Képzeld el a helyzetet, hogy valaki betört a házadba, már éppen sétálna ki a kezében a tévével, amikor meglátja a rendőrt. Neki irány a börtön, te pedig visszakapod a tévédet. Ezzel foglalkozunk ma. Vagyis persze, sziasztok srácok, én köszöntök mindenkit egy újabb izgalmas videóban, ahol, ahogy láthatátok a címből, olyan emberekkel fogunk foglalkozni, akik csúnyán lebuktak. Ne már is eljátsz, hogy nem csinált semmit. Rögtön lebukik, fény, kamera, oké, jön is a rendőr. Itt azon gondolkodom, hogy nem véletlenül voltak jó helyen a rendőrök, ezt az embert biztos, hogy megfigyelték, már többször is jelentkeztek a szomszédok, hogy kirabolták őket, fixen azért követték az embert, és igen, lebukott, rögtön vitték be éjszakára, és valószínűleg mindent megtérítettek vele, amit eddig ellopott összeg. Ott a teljes pirosba próbálunk kanyarodni, haver? Jó az ötlet, és ott a rendőr. Megy is a sheriff, na meg persze az 50 000-es számla, nem tudom Amerikában mekkora a számla. Igen, ismételten rossz helyen közlekedik valaki, hogy előzni akart, a kereszteződés előtt előzni, pont a rendőr szeme láttára. Ezek a videók, ami annyira fel tudnak tölteni. Igen, gyors hajtás. Mert ha belegondolsz, ezek az emberek sokszor akár másoknak az életét veszélyeztetik, meg a testi épségét, meg mindent, és ténylegesen ilyenek vannak minden nap az utakon, meg kell szűrni az utcákat, biztonságossá kell tenni az utcákat. Az ott akarja kilőni? Haver, hogyha csak betörik pár ablak, akkor már úgymond megúszta a helyzetet, mert itt sokkal nagyobb problémák is tudnak lenni, hogyha feldől, mindenki megsérület, és jött is rögtön kettő rendőr, nem vették félváról a dolgokat. Láthatjátok tehát, hogy igen, nem szabad rossz dolgokban benne lenni, nem szabad rosszban sántikálni. Az így komolyan gondolta? Már itt, hogyha csak oldalra nézel, és látod, hogy jött egy rendőrautó, akkor legalább már csak annyira sem akarsz illegális dolgokat csinálni, nem? Ott meg elviszik, nézzük, viszik a börtönbe azt a szemétszedőt, azt hittem beültetik hátra, azt viszik a fogdába. Elfújta a szél, mondjuk az veszélyes, és még kapott is egy tockost, egy fejest. Na szóval két gondolat. Az egyik, hogy senki ne csináljon semmi illegálisat, mert amikor másokat veszélyeztettek, akkor az a legutolsó dolog, amit az ember szívesen eltűr. Tehát ez a fajta igazságszolgáltatás úgymond egy ilyen instant karma, ami feltölti az embereket. Látod, hogy hülyeséget csinálnak, látod, hogy megjárják, úgyhogy nem szabad ilyet csinálni. Ez az egyik. A másik, hogyha már mégiscsak csinálsz valami hülyeséget, miért pont a rendőr szeme láttára? Már hogy az előbb úgy átmentünk a piroson, úgyhogy mellettünk állt, de valaki egyszerűen csak kisétál? Kisétál a lopott holmikkal, és ott várja a rendőrség, és elbújik, hogy na, milyen szép napunk van, nem biztos úr, ugye? Szép napunk van, na mi az? Ja nem, se az enyém, csak mellette álltam, csak őriztem, de már tudja. Azt hiszem, az emberünk rutinos, valószínűleg nem az első volt neki, rögtön megfordulok, oké, hátra a kezekkel, jó? Ne, nem ár most komolyan. Aha. Aha, ez olyasmi lehet, mint amikor valaki a leállósávban megy, csak itt valamire a belsőben is volt egy leállósáv, és már vitték is el. Itt pedig... Good morning. Jön a rendőr is kérdezősködik, hogy ébren vagytok-e. Nem rossz mondjuk, mert hogyha valaki elalszik útközben, akkor az ugyancsak egy veszélyes dolog. Jött, megkérdezte, hogy jól vagytok, ébren vagytok, jól van, szép utat. Ott valaki nem volt ébren. Hallottátok, hogy ott valaki nem volt ébren. Jó, most így furán hangzik, mert viccesen hangzik, de igazából van rá szükség. Hogyha valaki bealszik, akkor abból lehetnek problémák. Előzés a dupla záróvonalon. Gondolom Amerikában is ugyanúgy, igen, ez tiltott, hát nyilvánvalóan az, ez mindenhol tiltott. Azt hittem egyébként, hogy maga a kamerás autó a rendőrautó, azért nem értettem, hogy miért nem megy utána, de tessék, utána ment az igazi rendőr is. Rögtön ment is a bírság. Azok ott, ne, fényes nappal akarnak valakit kirabolni? Ezt nem mondod. Ja, de ha az emberek elkapták és átadják a rendőröknek, hát oda már csak kimenni kellett igazából. Ja, vagy ezek direkt olyan izé voltak, ilyen undercover rendőrök, tudjátok, ilyen áruhás, vagy hogy mondjam, ilyen civil ruhás rendőrök, ez a szakszó. Aha. Most nem láttam hirtelen, hogy mi volt a probléma, de... Lehet, hogy még eddig nem is volt probléma. De valami volt, mert üldözik. Nem tudom pontosan mi volt. Rosszkor vagy rossz helyen? Teli piros? Tehát nem is csak, hogy a sárgán megyünk. Teli pirosba bemegyünk, igen, ott zöldre váltott a másik sávnak, és átmegy. Ne őríts meg, hogy ilyenek vannak az utakon. Ezek amúgy annyira ijesztőek, de egyre idegesítőek is, hogy ilyen emberek császkálnak kint autóval, óriási nagy felelősséggel, bármikor beléd szágulhatnak százzal. Ez komolyan kirohant egy hatalmas láda sörrel. Úgyhogy már mindenhol kamera van. És ott is azért rögtön azért rendőr lesz? Igen, rögtön ott a rendőr.
megyünk utána. Már itt most nem csak az a durva, hogy természetesen azonnal elkapták, szóval azonnal le is zárták az ügyet. Itt nem is az a durva, hanem az, hogy valaki ezt még megmeri csinálni a mai világban. Ezt is a fogdán köszönték a 18. születésnapjára, rögtön a börtönben kezdheti a felnőtt életet. Nem, de tényleg a mai világban bármit illegálisat csinálni, akkora hülyeség amúgy, mert mindenhol kamera van, mindent figyelnek, ott az interneten is mindent rögtön követnek, az üzeneteidet, mindent. Tudjátok, sokszor vannak ezek a hírek is, hogy valaki például az internetről kezd el fegyvert vásárolni, meg utána nézi, hogy hogyan kell bombákat csinálni, meg ilyenek. Hát kimondani nem merem ezt a B-betűs szót, inkább ki is cenzúrázom, nem mondtam ki csak azt, hogy B, tudjátok. Szóval igen, a mai világban már azonnal kiszűrnek mindent, és még mindig mennek az ilyen hülyeségek, az is átkönyörödik teli pirosan. És pont a rendőr előtt mondjuk erre mennyi esély volt? Ezzel mondjuk kiégek. Mondjuk erre nem is gondoltam amúgy, hogyha éjszaka közepén csak úgy vezetgetsz, kint vagy a városban, bármikor lehet, hogy éppen egy civilnek álcázott rendőr mellett mész. Mert amúgy kicsi esély van arra, hogy valaki pont az éjszaka közepén ügyet intéz, hát itt is az volt. Éppen keresték azokat, akik nem számítanak rájuk. Ez tömegoszlatás amúgy? Nem teljesen értettem. Ott is egy rendőr bújt el. Igen, tehát jön a rendőr, és meglátjuk, hogy mi fog történni. A belsőbe megy, és úgy látom, hogy valakiket kicsit feltart. Hát de attól függ, figyeld, kint is az a szabály, nem, hogy a belsőbe azért az ember haladni akar. De kiszedték, mert túl közel ment hozzá. Hát Magyarországon egy ilyen rendőrnek igazából 0-24-ben munkába kéne lennie, itt ez a legkevesebb, hogy valaki így ráakad a előtte lévő. Szóval tényleg még csak ezen gondolkodom, hogy Magyarországon ez annyira mindennapos, és szinte a közlekedési kultúra része, hogy mindenki másiknak a seggébe van, mindenki szinte karambolozni akar, erre jön a következő. Mennyi esély volt erre is, hogy jön egy rendőr arra, és telibe pont a szélvédőjére rámegy a kis tűzijáték. De hogy ennyire telibe, és már fékezett is. Ez is egy ilyen próbálj meg nem nevetni videó, inkább annyira kihalok ezeken, amik itt mennek. Előzgetünk? Hát nem. Oké, ezt is lekapcsoljuk. Szóval komolyan mondom, annyira nevetséges, hogy mik vannak itt, az összesen kiégek, amik itt mennek. De milyen szép amúgy itt az összetartás, rendesen lehúzódnak még a leállósávba is, hogy elengedjék a rendőrt. Sokszor Magyarországon még a mentőt sem tudják elengedni egy négysávos úton. Ahhoz képest meg... Haver, hát erről beszélek. Ott a kamera, még bele is nézett szinte, és azért megpróbálja kirabolni. Tessék visszamenni, bilincset rá. Nézd meg, de komolyan? Miért csinál valaki ilyet? Annyira könnyű tönkretenni az életedet egy perc alatt. Aha, jobbról-balról előzgetés, tipikus. De ott nem fog átférni, de a rendőrnek már ez is elég volt szerint. Na, még nem volt elég, még vár még egyet. Itt már biztonságos kiszedni. Tessék félreállni. Ez is egy olyan dolog, hogy Magyarországon annyira mindennaposan megtörténik. Ezerszer láttam már ilyet, még csak akkor is. Amikor tanultam, amikor én nem volt meg a jogsim, csak ugye oktatóval jártunk, hát autópályán, amik mennek, az semmi volt ez itt ahhoz képest. Azt már vagy ismerték, vagy már nagyon tele volt a tökük aznapra, vagy éppen már akartak volna menni ebédelni, kicsit gyorsan odavágták az embert. Ez egyirányú egyáltalán, vagy itt most mi van? Ja nem, gyors hajtás volt, csak 5 mérföld per órával szabad menni, hát igen, egy ilyen nagyon szűk alagútban, ez természetes, hogy nem szabad száguldani. Azok el akarták lopni a motort? Ja, jó, ezt elsőre nem értettem, ezek ilyen motoros tolvajok. Vannak országok, ahol ez nagyon bevett szokás, hogy melléd állnak és már lopnak is, rabolnak is mindent. Itt a rendőr szerencsére jókor volt jó helyen. Kiszűrték azt a két embert. Az ott egy lopott autó, amit kiszűrtek, és már mennek is. Azért egyik kéz a pisztolyon, azért ez Amerika. Itt azért a kézbe is vette a pisztolyt. Igen, azért ez látszik, hogy az Amerika ott. Azért elég durva dolgok mennek. Mindjárt el fog esni. Az lenne jó, hogyha elesne, és a rendőrök szednék fel a földről. Hát kis hián ott tartottunk. Nem, menekülőre fogja, érted? Még menekül azért a rendőrök elől. Próbálkozik, érted, bedriftel? Az amúgy lehet, hogy megmenekült. Motorral azért könnyen el lehet menekülni a rendőrség elől, úgymond. Na, nem akarok tippeket adni meg semmit, csak már láttam pár ilyen videót. Burnout, rosszkor, rossz helyen. Ott vannak a kis rollerek a háttérbe közben. És kiszedték. Láss csodát, kiszedték. Hát csak arra lennék kíváncsi, hogy nem találunk-e véletlenül egy magyar klippet ebben a videóban. Manapság már azért van egy-két olyan videó is, hogy Magyarországon jókor voltak ott a rendőrök és felvették is ki az embert. Hogyha esetleg érdekel titeket egy magyar válogatás amúgy, akkor azt is megnézhetjük, hogy a magyar közutakon éppen tényleg hogyan mennek a dolgok. Hát utaltam itt egy pár dologra, hogy miket lehet látni. Hogyha érdekel titeket, akkor lesz egy külön videó arról. Piros van át, ez ilyen rendőr találkozó volt amúgy, vagy 6 motoros ott állt. Úgyhogy csapjatok egy lájkot!
És írjátok is meg, hogyha akartok olyan videót. Ez komoly, gyorsan bemegy, itt nem történt semmi. De miért akart valaki tönkretenni egy másik házat? Márint, hogy telibe ütni golflabdával. Jaj, egy kicsit már lehet, hogy sokat hívott. Jó, itt valószínűleg nagyobb segítségre van szüksége, ott azonnal detoxba kell vinni az embert. Az bevállalós, záróvonalon így előzni egy ilyet. Hát az ilyeneknek azért hatalmas bírságot adnék. Miért gondolja azt, hogy amúgy neki ott joga van így menni? Miért hiszi azt, hogy a világ fölött áll? Mindenki ott sorban várakozik a dugóban, az meg majd fogja azt, szinte a szembe jövő sávból kielőzi a sort. Állítják is félre, leszik is fel a jogsiát, remélhetőleg. Jön a betörő, egyenesen bele a kukába, a rendőr szeme látta, nem mondod is, meg rajta volt a maszk is, ő komolyan vette, ő a GTA-ból jött elő, megtervezte az egész betörést az éjszaka közepén, és bele esett a kukába. Amikor elgondolkozol rajta, hogy valami másik karrierutat kéne választani, hát ez pontosan az volt. Aha, luxusautóknak saját szabályaik vannak, azt már tudom, hogyha luxusautót vezetsz, akkor bárhol átmehetsz piroson, keresztbe kasul, szembesávba, gyalogosokon, zebrán át, mindenhol. Ott is láthatjátok a luxus autónak a saját törvényei, eddig tartottak. Milyen szép ez a hely amúgy, most nézem a háttérben, az az erdő, azt ilyen kis domboldalon, ez nagyon tetszett, de így szívesen elmennék túrázni akár egy luxus autóval. haver, amikor vontatsz, akkor extrán oda kéne figyelni, mert hogy kétszer akkora lesz a kocsidnak a hossza, úgymond, hát a vontatmánnyal együtt. Itt a rendőr ezt nem is nagyon díjazta, hogy majdnem karambolt okozott a pályán. Hát reméljük azért sikerült leérni a Balatonra, azzal a kis csónakkal. Aha, megint a nagy bömös. Ez nem, az most Mercedes, hogyha jól látom, csak egy pillanatra láttam a formáját, de az inkább most mehet, hogy Mercedes. Azt nézd meg, ott hány sáv van amúgy, ez egy 6 sávos, jesszus anyám, ott aztán van forgalom. Nézd meg ezt is. Hát emberek, nekem egyszerűen ki kell mennem Amerikába egy ilyen road tripet csinálni. Mennyire szép helyek vannak már. Azt, ők is csak gyönyörködni akartak a kilátásba, azért jöttek át ide mind a ketten, de csak egyet állítottak félre, a másik az elment, pedig ugyanannyira bűnös volt. Az ott egy rablás lenne? Jött a tolvaja, megszerzett zsákkal, beül, és már menekülnek is. Egyenesen a rendőr autó előtt. School speed limitbe vagyunk. Ja, és a rendőr maga gyors hajtott. Ne, és jön is vissza, hogy elvegye tőlük a felvételt, fixre érzem. Szerintem itt valaki, egy civil kapta őket el, és ilyenkor jön a megfélemlítés, hogy ezt nehogy bárhol is megmert mutatni bárkinek, hát felkerült az internetre, ha már az az én rossz hírem, remélem azért ő is megkapta magáját, hát a rendőrnek sem szabad gyorsan hajtani ott a gyerekek előtt, bármikor bárki bajba esett miattuk is, úgyhogy igen, ők se szentek, de azért a karma szép, amikor lecsap. Úgyhogy skacok, ez a mai videónak a végére is értünk, mindenképp csapnak egy hatalmas lájkot, hogy élveztétek, érdekesen találtátok ezt a témát is. Azt kell mondjam, az ilyen instant karma, helyreállítjuk az igazságtalan helyzeteket, meg stb. Ezek nekem az egyik kedvenceim. Úgyhogy csapnak egy lájkot, hogy jöhet még akár folytatás kifejezetten ebből, vagy ahogyan mondtam is, megnézhetjük a magyar közutakat is, megláthatjuk, hogy Magyarországon hogyan is működik a közlekedési morál. Bár előjáróban azt kell mondjam, hogy valószínűleg rosszabb lesz, mint amiket itt láttunk. Úgyhogy nyugodtan írjátok meg kommentben az érdekel elsőleg titeket, vagy megírhatjátok, hogy milyen videót hozzak el még a jövőben, tudjátok, hogy ezeket mindig olvasom, szoktam is akár direkt kérésre elhozni videókat, úgy írjátok meg, és legközelebb majd hozok egy olyat is. Emellett persze ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amik közben nem sokára jövök is egy újabbal, lehet, hogy rögtön holnap, úgy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, további jó, biztonságos vezetést, és persze, sziasztok!